Jó estét kívánok, üdvözlöm Önöket! Rogán Antal levelet írt a kerület lakosainak. Ez így kezdődik, hogy Magyarország nem hagyja magát. Ezt én nem igazán tudom még pontosan, hogy mit jelent, de a tisztelt támogatóknak szól a levél, és ezért egy kicsit idézek belőle önöknek, hogyha nem kerületi lakosok lennénk és nem kapták volna meg. Lehet, hogy a hazai ellenzék gyengének tűnik, de a mögöttük álló külföldi támogatók, kapzsi bankárok, telhetetlen multik, brüsszeli bürokraták mindent meg fognak tenni, hogy segítsék őket. Semmi pénzt nem sajnálnak majd, hogy visszafordítsák az időkerekét. Az elmúlt hónapokban már tapasztaltuk, ellenfeleink semmilyen eszköztől, csalástól, hamisítástól, durvaságtól nem riadnak vissza, hogy a bankok és a külföldi pénzügyi körök érdekeit érvényesítsék. De ez csak a bevezető volt, mert utána jön Rogán Antal kérése, ami nem tetszett Juhász Péternek, és ezt ma szóvá is tette. Jó estét kívánok, üdvözlöm! Jó estét kívánok! Hát azt kérte ugyanis Rogán Antal, hogy aki támogatná ebbe a nehéz munkába, az jelentkezzen aktivistának, és hogy javasoljon még további személyeket, rokonokat, barátokat, ismerősöket, de hát ez még nem kötelező, tehát javasolni lehet, de nem azt mondta, hogy kötelező minden ötödik kerületi lakosnak ezt a papírt kitölteni, vagy így se tetszik önnek? Hát nem az a kérdés, hogy nekem tetszik, vagy nem tetszik. Hát, de nekem most, Rogán Antal politikája nem tetszik. Itt a probléma az, hogy ez egy jogszerűtlen levél, jogszerűtlen kéréssel, amit a kormányzó párt frakcióvezetőjének illene tudni, hogy mi az, amit ő pontosan kér. Mert hogy mit is kér? Ő azt kéri, hogy emberek adják meg egy harmadik fél személyes, illetve különleges adatait, azt mondom, a jog így fogalmaz, hogy különleges adatnak minősül az, amikor valakinek a párt szimpátiájára kérdezünk rá, illetve arról tárolunk vagy továbbítunk adatokat. Ez pedig teljes egészében jogellenes. Tehát ne felejtsük el, hogy Horváth Andrásnál éppen azért történt ma a házkutatás, mert ő személyes adatokkal élt vissza, állítja ezt a rendőrség. Én ezen az alapon Rogán Antal helyében ma nem aludnék jól, mert lehet, hogy éjszaka rátörne a független magyar ható, és elcibálná őt, mert hogy nem csak simán egyszerű személyes adatokat kért, mert az, hogy telefonszámokat elkér, az egy dolog, de hogy ezeket a különlegesen védett adatokat is elkéri, mert hogy a párpreferenciára vonatkozó adat az de ilyen. De az már személyes adattal való visszaélés, hogyha valakinél személyes adatok vannak? Hát ha nála van, akkor az. Ha azt mondjuk, hogy senki nem jelentkezett erre a levélre, akkor csak a kísérlete valósult meg. Rogán Antal szerette volna, hogy ez a jogsértés megvalósuljon, ezért írta a levelet. Az, hogy senki nem hallgat rá, ez egy más kérdés. Meg is fogom őt majd kérdezni, hogy hány adat jött be hozzá, és mit kezdett ezekkel. Tehát ezt biztosítótársaságok is szokták alkalmazni ezt a módszert, hogyha tetszik a szolgáltatásunk, akkor ajánlja barátainak, családtagjának, ügyfeleinek, és akkor így, ha gondoljuk, akkor megadhatunk neveket, ha gondoljuk, akkor nem adhatunk meg neveket. Akkor aki megadja a barátja, családtagja, ügyfele bárkinek a személyes adatát, itt most értendő a név, a lakcím és a telefonszám, akkor mindenki jogsértést követel ezzel? Hát ez jogszerűtlenül kéri a biztosítótársaság, és úgy adja meg valaki, akkor igen. Itt ne felejtsük el, hogy azért a cégek jellemzően közlik azt az adatszolgáltatóval, hogy mit fognak kezdeni ezzel az adattal. Rogán Antal levelében, ebben a nyilatkozatban, ami külön van, én ezzel ma ugye elvittem Péter Falvi Attila hivatali címét, illetve hivatali telefonszámát, hogy Rogán Antal a lépjen kapcsolatba, illetve Rogán Antal lépjen vele kapcsolatban, nagyon sok segítséget tud nyújtani neki a kampányában, hogy jogszerűen menjen ez a folyamat. De a lényeg, hogy ezek a társaságok elmondják az embereknek, hogyha ő egy adatot szolgáltat jellemzően saját magáról, akkor mit fognak ezzel kezdeni? Hogyan tárolják, kiszolgáltatják-e harmadik félnek, illetve egyáltalán mi történik vele. Rogán Antal még annyit sem tett, hogy azoktól, akik egyébként a saját adataikat megadnák, azoktól egy hozzájárulást kért volna. A különleges adatok vonatkozásában pedig nem is lett volna elég egy szóbeli vagy egy ráutaló magatartással tanúsított hozzájárulás, nem írásbeli hozzájárulás lenne szükség az állampolgárok részéről. Ilyet ő nyilvánvalóan nem kapott. Ezt gyorsan megkerestem, itt van ez a jelentkezési lap, mert fenn van Rogán Antal a Facebook oldalán. Jelentkezési lap önkéntes kampánymunkára. Tehát önkéntes munkára önként jelentkezem, tehát még egyszer mondom, ez nem kötelező. És így kezdődik, hogy felajánlom a Fidesz Magyar Polgári Szövetségnek, hogy kampánymunkát vállalok a 14-es országgyűlési választásokhoz kapcsolódóan. Egyes számú választókörzet teljes területén lehetőségeimhez mérten szívesen végzek a kampányban segítő tevékenységet. Tehát eddig szerintem annyira... Nem. Eddig rendben van. Olvassuk el a lapalját is, Olga, és olvasok, akkor az részletes kész. Jelentkezés, a megfelelő aláhúzandó életkorom, plakátolás, tudok vállalni, szórólapozás, tehát itt fel vannak sorolva. Javasolom továbbá,
hogy a következő személyeket is keressék meg, mivel véleményem szerint ők is szívesen tennének közös céljainkért. Na, és itt javasolhatok két embert, név, cím, telefonszám, e-mail. De hát, és tehát, hogy őket is majd szívesen, vagy valaki megkeresi, de hogyha megkeresik őket, és hogyha ők meg elküldik a sunyiba azt, aki megkeresi őket, hát akkor a dolog le van zárva. Tehát, Olga, tehát, még egyszer tehát hangsúlyoznám azt, hogy ha megkeresik, és ő azt mondja, hogy egyébként szívesen segíteni, akkor neki írásban kellene hozzájárulni ahhoz, hogy az adatát továbbítsa ez az illető, aki megkereste, Rogán Antal részére. Rogán Antalnak tájékoztatnia kellene ezt a valakit, hogy mit kezd ezekkel az adatokkal. Berakja tényleg a Kubatov listára, ami már elhíresült és tudjuk, hogy létezik, ezt akarja most frissíteni, fontos nekik, hogy a választásokon tudják mindenkiről a párt preferenciáját, akkor mondjuk ki. Akkor álljon bíróság elé, vagy bárhol, és mondja el, hogy nekem ez a célom, vagy mondja, hogy nem ez a célom, hanem csak egyszerűen béna vagyok, és nem tudom frakcióvezetőként a legnagyobb ellenzéki, vagy a legnagyobb a kormánypárt frakcióvezetőként nem vagyok tisztában a joggal. Mind a kettő azt gondolom, hogy vállalhatatlan részére. És ma át tudta adni ezt a jelentkezési lapot, vagy mi lett ennek a vége? Hát a portáig jutottam ezzel a dologgal, érdekes, hogy biztos nem volt fogadó óra. Videófelvételt, hát megmondom, hogy nem nagyon volt célom fölmenni ezzel Rogán Antalhoz, az volt a célom, hogy eljusson hozzá Péter Falvi Attila adata. Készített erről egy kis videót, azt látjuk, hogy mutatjuk itt közben. Igen, hogyha egy picit beletekernénk, akkor az látszik, hogy ahogy én belépek, itt a videót elkészítettük egy perc alatt körülbelül, vagy nem tudom, 50 másodperc lehetett, amíg a felvétel készült, mire beléptem ezen az ajtón, ami mögöttem van, már ott állt a sajtós, aki vagy egész nap lennál a portán, vagy iszonyú gyors reflexekkel. Nem, hát ön ezt meghirdettem, nem, ez nem egy sajtó tájékoztató volt, egyszerűen oda mentünk egy kamerával, és felvettük, hogy én bemegyek hozzá. Tehát itt rendkívül gyors ez az eljárás rend. Majd a hölgy arról tájékoztatott, aki Rogán Antal sajtósa volt, hogy hát nem személyesen várják ezeket az adatokat, hanem levélben. Tehát nem az volt, hogy nem várunk ilyen adatokat, nem az volt, hogy milyen módon szeretnénk mi ezt kezelni, és ne adja ide, mert azzal esetleg mi valamiféle jogsértésbe keveredünk, hanem hogy ezt levélben küldjem el. Azt mondja, a mellékelt válasz, most közben nézem, hogy így van a levélben, hogy így várják a levélben. Igen. A mellékelt válasz borítékban lehet ezt eljutatni a belvar@fidesz.hu, tehát nyilván ez belváros, e-mail címen, vagy pedig felhív bennünket, és így egy 30-as mobil van megadva. Tehát, hogy telefonon is lehet, akkor nem csak levélben. Akkor hát hónap hívja fel. Igen, hát nem tudom, hogy érdemes-e még felhívni, mondom, Péter Falvi Attilával érdemes konzultálnia, hogy egy ilyet meg lehetett tenni. Én egy bejelentést is tettem, tehát nem csak Rogán Antalhoz mentem el, hanem írtunk egy bejelentést az ombudsmannak, melyben megkértük, hogy vizsgálja ki ezt az esetet és foglaljon állást. Írtak Péter Falvi Attilának, hogy egyébként már kiadták az adatait. Én a hivatalos elérhetőségét adtam meg, ami nyilvánosan elérhető az interneten természetesen. És ezen a levélen ez a Magyarország nem hagyja magát felkiáltó jellel, ezt így ön tudta értelmezni? Tehát mi a baj? Tehát kitől kell nem hagyni magunkat? Hát semmi, ez egy, hogy mondjam, tehát nyilván egy politikai kampányfogás, kreáljunk egy ellenséget, állítsuk be a politikai ellenfeleket úgy, mintha ők rosszat akarnának az országnak, miközben egyébként én azt gondolom, hogy ők rosszat tesznek folyamatosan az országnak, akik ma kormányoznak, hogy mondjam, megszokhattuk ezeket a leveleket. Az is vicces, hogyha jól sejtem, akkor ezt minden állampolgárnak kiküldték, úgy beállítva, mintha ezek az emberek egyébként szimpatizálnának a kormánnyal, 83% nem ért egyet gyakorlatilag azzal a politikával, vagy gondolja azt, hogy mondjuk gazdasági értelemben rossz irányba megy az ország, nem helyes döntéseket hoznak, tehát hogy nyilván a Fidesz kommunikációjával nem érdemes ilyen értelemben foglalkozni. Vagy más településen is ilyen leveleket kaptak az állampolgárok, vagy csak Rogán Antal, ő nyitotta a sort, ezt nem tudja? Hát de valami nem tudom. Na, én sem. Kedves nézők, hogyha kaptak ilyet, akkor szóljanak, írjanak. 5. kerületben igen. Tehát akkor ezt minden 5. kerület, úgy tudjuk, hogy minden 5. kerületi lakos megkapta? Hát ez egy sejtésem, nem vagyok ebben biztos. Ebben az is szerepel, a jövő évi választás, akárcsak az előző, szintén sorsdöntő lesz. Meg kell védenünk azokat az eredményeket, amelyeket az elmúlt években együtt elértünk. Tehát akkor most megint egy ilyen forradalom 2.0. Hát itt valamiből egyetértek, én is azt gondolom, hogy sorsdöntő lesz a 2014-es választás. Azt is értem, hogy Rogán Antal eredménynek állítva a negatív eredmény is eredmény, tehát 2-ből 3 az mínusz 1, az is egy eredmény. Én azt gondolom, hogy a kormány munkája kb. Így értékelhető. Az viszont tényszerű, hogy sorsdöntő lesz ez a szavazás. Én azt gondolom, hogy pont ezért mindent el kell követnünk nekünk, akik politizálunk, az állampolgároknak, akik a saját sorsukra hatással akarnak lenni, és akik ma még bizonytalanok, el kell követnünk mindent, hogy elmenjen mindenki választani.
még azt sem, még nem tartunk a kampányban, még azt sem mondom, hogy jöjjenek és szavazzanak ránk, menjenek el választani, minél többen az emberek, az a lényeg. Menjenek el, valakire adják le a szavazatukat, döntsék el, hogy ki az, akiben, hogy mondjam, nagyobb potenciált látnak, hogy rendet tud rakni egy ilyen helyzetben, de ez a legfontosabb, hogy menjen el mindenki választani. Ön például már azt tudja, hogy az 5. kerületben milyen kampányeszközöket fog használni? Hát, és fog mondjuk ehhez hasonló levelet írni, hogy meg kell védeni magunkat, meg Magyarországot, meg az 5. kerületet? Én azt hiszem, hogy, és ez látszik is, hogy a leginkább használható kampányeszköz azok mi magunk vagyunk. Mi a felháborodott emberek. Tehát személyesen házról házra kell tudnunk végig látogatni gyakorlatilag a kerületet. Én az utcai jelenlétben fogok hinni, nem az óriás plakátokban, nem Simicska cégeinek akarok fizetni még a kampányon belül abból a minimális pénzből, amit el tudunk költeni egy általán köztéri megjelenésre. Én arra fogom a hangsúlyt fektetni, hogy minél inkább jelen legyünk a kerületben a párt vagy a párt szövetség aktivistáival, vagy a szövetségesekkel együtt. Én azt gondolom, hogy ez a legfontosabb, hogy érezzék az emberek, hogy vannak olyanok, akik egyébként egy másfajta politikát szeretnének megvalósítani Magyarországon. Minden szórólapra, mindenhol feliratom a saját személyes telefonszámomat, hogy bárki elérhessen, és ne az legyen, hogy. Saját személyes telefonszám. Pontosan. Mert hogy ezt nagyon fontosnak tartom, hogy ha már én elvállaltam azt, hogy képviselek embereket, akkor azok elérjenek engem. Rogán Antalnak a fogadó órájára nem lehet bemenni gyakorlatilag. Délelőtt 11-re rakják be a közgyűlés, vagy mi ez a hivatali üléseket, hogy senki állampolgárnak véletlenül se legyen esélye ezeken részt venni, akár csak megfigyelőként. Én ennek a fordítottját képzelem a politikáról, az embereknek el kell, hogy érjenek, mindenhova külön szóltam a kampánynak, hogy figyeljünk arra, hogy minden egyes anyagon legyen rajta az e-mail címem, az elérhetőségem, és ez a telefon, ami nálam van, az csörög, amikor fölhív valaki. Én erre szeretném a hangsúlyt fektetni. Hát most ráadásul, hogy egy nagy nyilvánosság előtt el is mondta, hogy tényleg a saját privát számát fogja ráírni a szórólapokra, nem tart attól, hogy akik mondjuk nem kedvelik, hát akkor mondjuk hajnali 3 és 4 között fogják majd hívogatni, hogy kedves képviselőjelölt úr, polgármester jelölt úr, vagy nem tudom mi lesz még, valaha, valamikor, de hogy itt van egy kátyú, mit csinálna ön ezzel? Hogy mondjam, vannak kényelmetlenségek, amiket vállalnia kell annak, aki a politikába megy. Ez egy ilyenfajta kényelmetlenség, ami együtt járhat, tehát lehet zaklatni, és lehet, nem tudom, különböző, hogy mondjam, eszközökkel engem kényelmetlen helyzetbe hozni. Ez nem írhatja felül azt, hogy azok, akiket képviselni szeretnék, azok viszont elérjenek. Ez egy olyan eszköz, a technika, amivel ez lehetővé válik. Én ezt nagyon fontosnak tartom, hogy személyesen lehessünk kapcsolatban azokkal az állampolgárokkal, akikkel. Hát meg ráadásul a választópolgár költségén, ha telefonál, akkor az az ő költsége, a levelezés az a párt költsége, az óriás plakát a párt költsége. Hát megmondom őszintén, ez így nem fordult meg a fejembe, és azt sem tudnám most vállalni, hogy egy ingyenesen hívható telefonszámot állítok be a saját telefonomra. De én azt gondolom, hogy ha valakinek, és én ezt a jogvédelemben megtanultam, pláne, hogy a mély szegénységben élőkkel foglalkoztam, hogy adott esetben, hogyha én azt láttam, hogy valaki keresett, akkor én azt visszahívom. Tehát rendkívül, hogy mondjam, eddig is az működött, hogy valaki megcsörgetett, én azt visszahívtam, de remélem, hogy nem ez lesz a hobbija embereknek, hogy engem megcsörgetnek, és aztán bakira föl kell hívnom embereket, de azt biztosan mondhatom, hogy aki egyszer engem föl fog hívni és nem ér el, azt valamilyen módon meg fogjuk keresni. Rogán Antal az 5. kerületben egy sikeres polgármester. Nem lesz könnyű dolga önnek. Igen, országgyűlési választások jönnek. A tudom Fidesz én, az egy rendkívül sikertelen politikát folytat a parlamentben. De hogy befolyással van a személy arra, hogy ő egyébként az országgyűlési választáson is jelölt, vagyis ott, most ott jelölt, hát az egészen biztos. Igen, világos, ez, én elhiszem, hogy hatással van. Ugyanakkor mondom, országgyűlési választások jönnek, a Fidesz egy olyan politikát folytat, ami azt gondolom, hogy közösségellenes, Magyarország közösségének az ellensége gyakorlatilag ez a párt, ellenségeket próbál a különböző nézetű emberekből kreálni, ami szerintem megengedhetetlen egy országban, én ezzel ellen a politika ellen fogok küzdeni. Rogán Antal ennek bizonyos értelme az egyik fő megtestesítője, nem a polgármesteri tevékenysége az, amit én feltétlenül kritizálni szeretnék. Nagyon szépen felújítottak valóban utcákat, útszakaszokat, annak a költségei egyébként halkan jegyzem meg, hogy úgy azért könnyű sikeresnek lenni, hogyha 2 milliárd forint per kilométerből újítunk fel utakat, valahonnan, hogy mondjam, itt ez megint egy gyanúra ad okot, hogy ezek hogyan is történtek, ezeknek utána fogok menni, de dolgozunk azokon, hogy megnézzük, hogy igazából ez a siker, ez minek köszönhető, és mi az ára ennek a sikernek. De mondom még egyszer, nem polgármesteri székre török. Rogán Antal maradjon polgármester, az országgyűlési választásokon pedig ki fogjuk ütni a nyerekből. Hát majd meg tudjuk áprilisban, vagy valamikor. Köszönöm szépen, hogy itt volt. Én köszönöm nagyon.